Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon, reggelen, délutánon. Rettentő régóta nem kezdtem így a videót, komolyan mondom. Az utolsó egy pár hét, de ugye egy kicsit ilyen nem kimondottan vlogos videók voltak, úgyhogy gondoltam, hogy ma készítek egy ilyen vlogosabb videót, hogy megyünk erre, arra, merre, meg van hozzátok egy kérdésem. Ugyanis képzeld el, hiszed vagy nem, de nálunk tavaszi szünet van, úgyhogy nem más van itthon, mint végülis az egész család itthon van, de a Lukasz, hol a Lukasz? Csak ide sétálok hátra. Hol a Lukasz? Itt a Lukasz. Szervusz Lukasz, mit csinálsz? Semmit. Mindjárt készen vagy? Ja. Megyünk. Aztán, milyen a szünet? Jó. Jó. Végülis ez az első nap, úgyhogy mit csináltál az első napon? Ugyanis én dolgoztam, most jöttem hozzá, épp, hogyha megzonyoztam, megebédeltem. Te meg sok mindent nem csináltál. Nem. Na mindent, azért most megyünk valamerre, de még mielőtt megyünk valamerre, van hozzátok egy kérdésem, ugyanis a múltkor ugye megosztottam ezt a videót, ezt a szellemes videót, volt belőle kettő rész, volt az az erdős, mikor kerestük az lagutat, nem találtuk, de biztos, hogy láttátok, közben itt van a Davis is. Szervusz, Gyuszi, mit csinálsz? Good. Good, okay. Na, megosztottam ezt a videót, és volt ez az applikáció a telefonon. Várjál, ugye a telefonon ez a... Na minden, most nem mutatom, ez a szellemes, hogy lehet keresni szellemet, lehet nem keresni szellemet, és többen mondtátok ugye, hogy ezzel nem lehet találni szellemet, ugye ez mindent mutat, csak szellemet nem, és végülis én szerintem sem láttunk vele rendes szellemet, végülis láttunk szellemet, de biztos, hogy a szellem nem volt ott, bár ki tudja. Na minden, a kérdésem hozzátok a következő, ugyanis néztem ilyen szellemírtós, nem írtós, ilyen szellemkereső eszközt az interneten, és képzeld, lehet ilyet vásárolni, tehát én ezt nem tudtam, hogy ilyet lehet vásárolni, mutatom, ilyen. Ilyen valami műszer, és hogy ez mit csinál, itt jelez, látod, ilyen különböző, hogy belemegy a pirosba, akkor ott a szellem. Hogyha a zöldben van, akkor ugye nincsen szellem, ezzel kell ugye így mászkálni, ami volt a Szellemírtók című filmben, biztos, hogy láttátok, ugye a régi változatban, lehet, hogy az újban is, nem tudom. Akkor így ment a műszer, és gondoltam, hogy ilyet vásárolunk, de annyiféle fajta van az internet, hogy fogalma nincs, hogy melyik jó, meg melyik nem jó. Ha valakinek van valami ötlete, ide a videó alá írjátok meg, hogy ez a műszer itt hol van. Szerintetek milyen? Valaki ismeri, nem ismeri, vagy valakinek van valami ötlete, hogy miért kéne, ugyanis a telefonon szerintem applikáció ugye nem tud semmit jelezni, ugyanis ez jelez ilyen valamiket. Úgyhogy most nem máshol megyünk, mint valamerre elmegyünk, nem tudom, hogy hova. Lehet, hogy lemegyünk a tengerpartos részre, oda az óceánpartos részre, ahol vannak azok nagy hullámok. Úgyhogy megnézzük őket, meg ott sétálunk egyet. Ide, mutatom, merre jöttünk le. Majd nem lehet látni ide a vízhez. Ott megy ki a víz az óceánra. Mit csináltál? Itt van a Davis, itt van az egész család. Ha felveszik a fölsőnket, amúgy meleg van, vagyis volt, de képzeld, kezdett befelősödni, lehet látni. És azt mondták, hogy jön az eső. Tegnap rettentő meleg volt, nagyon sokan itt fürödtek le, ugyanis te is lent voltunk. Nem fürödtünk, de nagyon sokan már benn voltak, csak rakom a kulcsomat. Na, apá, mellettem a fejemet, de felúszom a fősőmet. Úgyhogy mehetünk. Mennyit lehet hallani, mennyit nem próbálom, a mikrofont takarom. Rettentően fúj itt kint a szél, a homokot fújja ide a szemünkbe, mindenhol. És rettentően fájjuk, hogy nekem vagy a szemednek, meg az arcodnak, ugye az a homok, az az apró homok. És na minden, jöttünk egyet ki ide a Lukasszel, és azt mondja, hogy jön az eső. Oda néz. Úgyhogy azt mondom, mi is visszamegyünk. Mondtam, hogy meg fog jönni az eső, legalábbis a tévé mondta, azt mondom, hogy igazuk lesz, meg ez a nagy szél is jön, a vihar ott mögöttem. Na menjünk! Gyorsan, oda néz, Lukasz, látod, hogy fű a szél? Ott a homokot. Nem megyünk még haza, mert nem lett az eső, legalábbis csöpög. Vagy lehet, hogy a homokot fújja a szél? Gyere gyorsan, úszva a kucsuánat!
Na, ennyi! Futás! Gyorsan, gyorsan! Visszaértünk, oda néz, látom ilyenféle fajta fa? Ilyen érdekes, sok ilyen van mi nálunk. Elmegyünk most erre fele, ha csak nincsen lezárva. Ugye ott volt kint az előbb a mentő, képzeld el, valaki lehet, hogy akart fulladni a vízbe, de úgy nézem, hogy most már elment. Na, menjünk befele. Ugye rettentően fújtott kint a szél, nem tudom, hogy lehetett-e hallani, vagy nem, amit ott beszéltem. Itt is fúj, de itt azért nem annyira. És amikor belekifújta, azt komolyan mondom, a szél a homokat az arcunknak, a lábunknak, ugye Lukasz? Te az rettentően tud fájni ott kint, mikor a szél nekifújta a homokat a lábunknak, meg az arcunknak. Össze-vissza, hogy megszúrunk, tűvel szurkáltak volna. Na innen. Úgyhogy menjünk egy kicsit erre befelé, aztán valószínűleg visszajönjük az autóhoz. Nem hiszem, hogy nagyon messze itt el fogunk menni, ugyanis én azt mondom, hogy gyorsan jön ez az eső vagy vihar. Látod? Én azt mondom, hogy ebből vihar lesz, ahogy mondtam korábban. Ugye mondták, hogy én ez a viharos, szeles idő estére ide fog érni. Nem akartam nekik elérni, ugyanis rettentő jó idő volt korábban, de azt mondom, hogy igazuk lesz. Nem sem tudtunk elmenni. A Lucas már le is ült a számítógép elé, hát valami érdekes e-mailt kapott. Kaptam valami érdekes e-mailt? Nem. Nem? Mindig, amikor jövök, itt van egy érdekes e-mail, de most nincs. Most nincs, mi? Na minden, úgyhogy ma megpróbálkozunk holnap is valamire elmenni. Ilyenkor, amikor azt mondják fel, akkor próbálunk több helyre elmenni, amire csak tudunk, hogy a Lucas, nem csak a Lucas, ugye, hogy Dave sem unatkozzon itthon. Ugye akkor is meg mindig sok helyre, hogyha nincs baj, vagyis hogyha van iskola, de amikor nincs iskola, akkor megpróbálunk még több helyre elmenni. Úgyhogy, na minden, nem veszem a föl, és amúgy meleg van. Tehát ilyen füllett meleg idő van. Nagyon kicsit hidegebb, mint volt, de jó. Nincs az a hideg idő ugye most már. Mit? Kérsz teját? És mit csinál rajtad a cipő? Take it off. Ja, take it off, vesszük le. Nem, látod, le kell venni, mert bent járkáltál mindenhol, és most még nem olyan koszos neki, de le kell venni. Az első, bejövünk az ajtón, és levesszük a cipőnket. Rendben? Második, meg a fölsőnket. Mit? Ti? Teja? Milyen teját kész? Ittunk! Ettünk! És enni nem ettünk, de ittunk. Amúgy most jutott eszembe, holnap hova megyünk? Hol? Oh, moziba! Nem moziban volt, úgyhogy menjünk a moziba? Mit nézzünk a moziba? Milyen jó film megy most a moziba? Legalábbis látod, milyen jó film megy a moziba. Nálunk semmilyen jó film nem megy a moziba. A Venom! A Venom! Azért nem megy a moziba. Majd jövő hét után, nem? Nem jövő hét? Jaj, vagy jövő, nem, jövő héten? Mikor van? Akkor az most lesz, pár nap múlva. Aztán ezt a videót itt most befejezem. Én is tényleg semmi érdekeset nem fogunk csinálni. Azt hittem, hogy csinálok valami érdekeset. De az eső miatt semmit. Amúgy mutatom. Látod? Lehet, hogy nem látod. De a felhők kezdenek most meg elmenni, és szépen így látod, kisütött a nap. Ott a Davisnak a biciklije. Na minden! Úgyhogy már legközelebb folytatjuk tovább. Mára ennyit! Mindenkinek további szép napot. Sziasztok!